Kezdetét veszi a mai nap a Kárpátalja legnagyobb ifjúsági fesztiválja, az ISFEST, amit egy hosszú történet előz meg, hiszen az ifjúsági szervezetünk megalakulása óta nagyon fontos célul tűzte ki azt, hogy Kárpátalján is életre hívjon egy olyan fesztivált, ahol a helyi fiatalok olyan könnyű zenei kiválóságokkal tudnak találkozni, melyek adott esetben határokat kellene, hogy átlépjenek, vagy több száz kilométert kellene, hogy utazzanak. Úgy gondoljuk, hogy ezzel is színesebbé tudjuk tenni az itt élők mindennapjait, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy a helyi fiatalok is tudjanak kultúráltan szórakozni, tudjanak egymásban erősödni, és ezzel is gazdagítva a szülőföldön maradás lehetőségeit. A második ifjúsági fesztivált, én nagyon büszke vagyok arra, hogy Magyarország valóban könnyűzenei kiválóságait sikerült megnyernünk és elhívnunk ide Kárpátaljára. Nagyon sokuk közülük első alkalommal tesz látogatást Kárpátaljára. Mai nap például fellép a Halott Pénz, itt lesz a Well Hello, holnap a Kowalski és a Vega csapatát köszönhetjük, Anna and the Barbies, de Bialex és a Slepp is tiszteletét teszi, Follow to Flow csapata is, úgyhogy egy igazán színes repertoárral várjuk ide a fiatalokat. Ez az egész egy ifjúsági napból nőtte ki magát, ugye az első ifjúsági napot azt 2016-ban szervezte szervezetünk, és akkor mintegy 1200 fiatal látogatott ki Tiszapéterfalvára. Láttuk azt, hogy ez egy olyan lehetőség, erre van igény, és érdemesebb nagyobban gondolkodni. A második ifjúsági napon már 2000-en voltak, és akkor jött a gondolat, hogy itt az idő, hogy merjünk egyet álmodni, merjünk egy nagyobbat lépni, és az ifjúsági napot azt fesztivállá bővítsük, háromnapos fesztivállá. A tavalyi évben több mint 8000 fiatal fordult meg itt a három nap alatt, és én abban bízom, hogy ezt a számot nekünk sikerül idén növelni. Úgy fest, hogyha itt körbenézünk, és ugye az előbb is említett fellépőkre gondolok, akkor erre minden lehetőség adott.